Üdvözöllek szeretettel benneteket. Gyertek akkor, nézzük meg a mai igehirdetést, jó? Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. 1. Korintus 1.23. Pál írja, miközben a zsidók jált kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Első Korintus 1.22-24. Nincs külön zsidó vagy pogány út az üdvösségre. Csak egy út visz az üdvösségre. Az pedig a kereszten átvezet. Mindannyiunknak arra van szükségünk. Tudni szeretnénk, mi a helyes, és tenni szeretnénk azt, ami helyes. Bölcsességre van szükségünk, hogy tudjuk, mit tegyünk, és erőre van szükségünk a megtételéhez. Krisztus mindkettőt kínálja a kereszt által. Billy Graham szolgálatának kezdetén nagy tömegnek prédikált a texasi Dallasban, de nagyon kevesen reagáltak üzenetére. Amikor lejött az emelvényről, egy idős ember ezt mondta neki. Jó volt az üzenete, de nem prédikált a keresztről. Billy a szobájába ment, zokogott, és eltökélte. Egy pillanat. Párásított ki kellett kapcsoljam meg. Kifogyott a víz is. Na jó, folytassuk, jó? Elnézést most már, hogy... Tehát, hol maradtunk? Soha többé nem mondok olyan prédikációt, aminek a középpontjában nem a kereszt lesz. Attól a naptól fogva Isten használni kezdte őt, és oly sok embert nyert meg Krisztusnak, mint talán egy igehirdető sem a világ történelemben. Mindannyiunkban van annyi ego, hogy szeretnénk valahogy hozzájárulni üdvözülésünkhöz. A jó cselekedeteinkkel. Hú, elszédültem.
Az üdvösséget azonban nem lehet megvásárolni. Robert Lowry énekíró szavaival, mi tisztít meg bűnömtől? Csak a bárány Jézus vére. Hol gyógyulok meg ebből? Jézusomnak sebeiben. Ő drága, ez az ár, itt jóvá lesz a kár. Itt megnyugszik lelkém. A bárány Jézus vérében. Szép volt. És egybe szomorú is. Vagyis ne vegyük, hogy szomorú. Szomorú, mert ugye az emberek ugye elítélték, és minden, de ez így kellett megtörténnie. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és hú, Istenem. Kicsit elszédültem. Hát a melegtől is. Vérnyomásom le szokott menni. Na jó, minden jót akkor is. Az Úr legyen veletek. Minden jót akkor. Hónap találkozunk, jó? Sziasztok, minden jót. Áldjon az Úr benneteket. Gazdagon. Sziasztok.